megvannak azok az esélyeim, ami a Fábsznek volt, és ugye nem csak az, hogy testben nézek úgy ki, hanem ugyanazokat a számokat is tudom úszni. Tehetséges, nagyon jó alkatú úszó, másrészt pedig nagyon szorgalmas, nagyon céltudatos. Tehát kiskorától kezdve ő erre készült, hogy ő jó úszó legyen, és hát a korosztályos versenyeken is ezt mutatta, tehát ő már 10 éves korában, amikor hozzám került, már abban az évben korosztályos országos csúcsokat úszott, és hát mind a 4 úszásnemben jónak mondható a technikája, robbanékony, állóképes, tehát tulajdonképpen ezek miatt gondoljuk azt, hogy ő idáig el tudott jutni. Én azt gondolom, hogy ezen az EB-n egy nagyon jó felépített úszással tudtam megnyerni, és szerintem annak köszönhető, hogy most egy kicsit okosabban versenyeztem. Európa bajnokságon más a mezőny, mint egy világbajnokságon, és azt gondolom, hogy nyitott medencében mindig nehéz vegyesen úszni, ugye hátra meg kell keresni a pálya közepét, és az nem is nagyon sikerült még nekem, azt majd be kell még gyakorolnom, mert ráúsztam ott is egy picit a kötélre, abban is van egy pár tized, abban biztos vagyok. Az, hogy ő 19 évesen felnőtt világbajnoki döntőt tudott úszni, Európa bajnok tudott lenni, junior világcsúcsot tudott úszni, ezek nyilván azt mutatják, hogy amit ő tud, ez versenyképes a világ legjobbjaival. Amikor nyáron ő mondta, hogy kimegy Amerikába a Bobo Manhez, ugye, aki a Michael Phelpsnek volt az edzője, én pozitívan fogadtam ezt, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatba fog edzeni, nagyon jó edzőpartnerekkel, egy nagyon jó edző keze alatt, és hát gondolom azt, hogy Bobo Man a saját csapatába hívta, vagy oda tud kerülni Hubi, ez azért azt mutatja, hogy jó munkát végeztünk. Január 9-én már indulok is, szóval én tényleg nagyon várom ezt a közös munkát, és meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég. Ezt a Bob is látja, hogy nagyon sok potenciál van bennem, nem csak egy számban, hanem többen is, ilyen 4-5 számban látja bennem a potenciált, szóval meglátjuk, hogy ezt mire tudjuk vinni, és hát remélem, hogy nem csak 200 egyesen lehetek ott, hanem több számban is. Hát amikor volt a világbajnokság, ugye itt Budapesten, akkor én oda mentem a Bobhoz, és bemutatkoztam neki. Ő gratulált az eredményeinkhez, és amikor mondtam neki, hogy úgy gondolom, hogy jó helyen lesz Kubi nála, akkor mondta, hogy hát nem csak nála, hanem hogy ez a közös munkánknak az eredménye, és hogy lépésről lépésre kell haladni. Tehát tulajdonképpen ennyit mondott. Aztán én gondolom majd, amikor beindul majd ott is az edzés, és fogja látni, hogy Kubi hogy dolgozik, és szükség van erre, akkor biztos, hogy fogjuk tartani a kapcsolatot. Zolibának nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek, hiszen 9 éve együtt dolgozunk. És az Újpestnek meg azt köszönhetem, hogy tudtak nekem adni egy 6 éve vagy 5 éve tudtak nekem adni egy stabil környezetet, ahol fel tudtam készülni, hiszen itt vagyunk a Duna Arénában szerintem a legjobb úszoda a világon, és nagyon sokan látják így, és az, hogy itt tudunk készülni minden egyes nap, az elképesztő, és az csak az ütémet lehet köszönni.